Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Big Dev vagyok, és itt is lennénk egy újabb videóval, méghozzá egy újabb NBA videóval. Sajnos az elmúlt két hétben beteg voltam, és ezért nem tudtam videót készíteni, de most talán már meggyógyultam, és visszatértünk a csatornára, és egy újabb videóval, amit már itt beharangoztam nektek körülbelül két héttel ezelőtt, hogy fogok majd csinálni egy pack opening videót majd itt az elején, majd megmutatom a csapatomat, de először is most egy pack opening videót fogok csinálni, méghozzá egy olyan pack opening videó lesz, hogy még két locker codes van, amit nem váltottam ki, plusz van 26 paklim, amik különféle, vagyis hát nem különféle, hanem triple, online triple treatből szedtem össze, plusz még egy-két locker code-ból jött, plusz van benne előfizetői pack is, szóval 26 pakli, meg még van két locker code, amit nem váltottam ki, szóval szerintem kezdjük mindenféleképpen a két locker code-dal. És akkor nézzük is az első locker code-ot, ez egy Frostbite locker code volt, és itt két különféle paklit kaphatunk akár. Hát szerintem az a Frostbite Deluxe pakli lehet, hogy jobb lenne. Azt hiszem abból AD érkezhet, de nem tudom, az a New Year's pack milyen lehet. Na mindegy, hát lesz, ami lesz igazából. Meglátjuk. Leküldjük itt középen. Na. Nem mi esett bele a zöldbe. Hú, de furcsa ezt így videóba így kivárni. Na hát akkor még akkor a Frostbite pakli lett. Nem rossz, egy labdánk volt, sajnos csak egy, de szerintem ilyen pakli talán jött a Triple Treatből is, szóval annyira nem olyan rossz szerintem. Szóval így most már 27 paklink van, és akkor kinyitjuk a másik locker code-ot. Na és akkor nézzük a másik locker code-ot. Itt pedig, hát igazából mindenféleképpen egy Deluxe League 2 pack jöhet. Szóval itt teljesen mindegy, hogy hova esik. Nagy meglepetés nem fog érni. Igazából ezeket a locker kódokat megtaláljátok online, Twitteren, különféle oldalakon, akár ha beírjátok Google-be, hogy locker code, és akkor biztos, hogy ki fogja adni vagy akár nem tudom, hogy a tükének az oldalán is fönn van. Na mindegy, 28 pakli van, ott megtaláljátok. Majd leírásba szerintem linkelek oldalt, ahol megtaláljátok ezeket a kódokat. Na, és akkor nézzük is a pack opening részét a videónak. Hát, egy-két jobb kártya azért becsúszhatna, vannak jobb paklik, azokat majd a végére fogom kapni. Igen, kaptam már egy ilyen Frostbite paklit a Triple Treatből, de szerintem nézzük mondjuk így először ezek a Heat Check pack-ek, annyira nem hiszem, hogy adhatnak olyan nagy játékos, bár nem tudom. Hát igen, így elsőre ez egy Josh Hart, 74-es, biztos belőle jött jobb Moment kártya, mert azért nincs rossz éve. Na és akkor nézd meg a másik Heat Check paklit. Na, nézzük. Ó, egy Ruby jön rögtön. Vagyis hát ez nem biztos, hogy Ruby, mert lehet, hogy ez a Heat Check kártya lesz. Már múltkor ezzel beszívtam kicsit. Vártam, hogy Ruby, azt nem volt. Így van, egy Bruno Fernanda, egy Heat Check pakli, egy Heat Check kártya. 70-es kártya, igazából ez egy Silver kártya. Szóval nem Ruby volt, csak a színe ilyenkor úgy jött ki. Na, akkor még van egy Heat Check pakli, azt még kitoljuk. Aztán akkor utána jöhetnek egy kicsit komolyabb paklik. Itt megint csak ugyanaz lesz szerintem. Mondjuk múltkor Lillard is érkezett egy ilyen pakliból. Azt hittem ott is, hogy csak egy Heat Check játékos. És egy Cody Zeller. Na, ennek örülök nagyon. Ennek nagyon-nagyon örülök. Tényleg, most ha már így Hornets játékos jött, azért megint csak elmondom egy ilyen félig meddig közérdek közleményként. És már az előző videó elejében is elmondtam, hogy ha mondjuk valamelyik fiatalunkkal, a Charlotte Hornets fiataljával, vagy a csapattal egy kicsit is szimpatizálsz, megtalálsz minket Basket Nation Hungary néven a Facebookon, szóval hogyha tényleg, ha akarsz, nyugodtan csatlakozz a csoportba,
szívesen látunk, nagyszerű kis közösséget sikerült kialakítanom a Lepsényi Peti barátommal, szóval gyertek nyugodtan. Na, nézzük a következő paklit. Hát legyenek ezek a League Pack-ek base, ebből se hiszem, hogy olyan komoly kártya eshet. Hát igen. Ki? Horton Tucker. Jézus úristen. Na mindegy, na nézzük akkor, hát ezekből gondolom akkor, bár kártya, szóval igazából gyűlik a kártya, az a lényeg. Nincs komoly, itt is, ó. Jönnek a bronz kártyák. Van még ilyen base? Itt van még egy ilyen League Standard Pack. Ezt még megnézzük. Na, arany ebben már van. Na és az a játékos Otto Porter. Nemrég, most azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt jött vissza újra, egy 3-4 hónapot mindenféleképpen kihagyott szerintem. De nem rossz, 18-19 ponttal jött vissza. Vele azért más lett volna ez a Chicago, meg mondjuk Markkanenékkel, szóval érdekes lett volna ez a Chicago, lehet akár a playoffra is esélyes lett volna. Így viszont a sok sérülés az kicsit hát keresztbe húzta a számításaikat. Itt a alapszakaszban. Na nézzük a következő paklit. Nem tudom melyik legyen az. Nézzük meg. Nézzük innen balról, aztán meglátjuk, hogy ezekbe mi lehet. Opá, na egy. Ez Emerald? Az a baj, még mindig a színekkel úgy vagyok, hogy most ez dia vagy Emerald? Szerintem ez dia lesz. Nem, Emerald, jó. Kicsit olyan furcsa a kék, meg ugye az a gyémánt szín. Na, nem rossz, Horace Grant. Még mindig vissza kell szokjak itt a színekre, mert tényleg a tavalyi tükkét azt befejeztem ilyen, hát június vége, nem is július vége inkább, és azóta most két hete kezdtem újra az NBA-t, és akkor ez is Emerald. Emerald? Zafir? Miért Emerald azok? Úristen. Na hát itt még tényleg egy Marcin Gortat. Még egy Orlandos Gortat. Na nézzük ezt a következő Howard paklit. Na megint Zafir. Most már tényleg megjegyzem. Jamer Nelson. Tetszett nagyon a zsákolon, hogy ugyanúgy a Howardnak ő tette fel a labdát. Mint annó. 10 éve nyert kb. Zsákolóta a Howard, és akkor is a Jamal Nelson adta föl neki a labdát, az nagyon tetszett. Na nézzük ezt a következő Howard paklit. Akkor ezek szerint ebbe a Zafir az tuti, ne? Ezek szerint nem. Jön egy DeAndre. Ez viszont gondolom, hogy ez a alapkártyája a Jordannek. Na, és akkor nézzük a következő paklit. Hát mondjuk legyen az a Spotlight. Pack. Na, ez az Emerald, így van. Ez már Emerald lesz. És egy sima Markkanen. Amúgy azt néztem, hogy Markkanennek így már próbáltam. Elég jól release az idei játékba, szóval belőle jönne egy, nem tudom, nem néztem, ha van lenne belőle egy dia, vagy egy akár egy pink dia kártya, azért vele lehet jól találni tényleg a release-t, szóval még akár ha ember is van rajtad is be tudod nyomni greenre. Na nézzük akkor Sidney Moncrief Legacy Packet. Eddig nem érkezett semmi nagy. Wesley Matthews, de a képe az lemaradt. Még Pacers-os felsőbe, de Bucks-os kártya. Na nézzük akkor a következőt. Na, akkor érkezik megint egy Zafir, most hát én megérzem. Mike Conley-ből egy alapkártya. Hát azt hiszem, hogy ez biztos, hogy nagy pakli,
Ez Locker Code-ból érkezett, a Védes is, Darentes is, meg itt van még egy All-Star Flashback pakli. Ezek azok biztos, hogy nagyobb pakli, azokat a végére fogom hagyni. Na nézzük, hát nem, ezek a Triple Threat-es paklik, ezek nem olyan nagy paklik, úgy néz ki, de legalább két játékos is jön. És itt tényleg az biztos, hogy gyűlnek a kártyák, ami azért fontos nagyon. Na nézzük ezt a következő Spotlight Reward paklit. Na. Most már valamit bedobhatna, mondjuk legalább egy Rubit, vagy mondjuk egy Ametisztet, John Saley, meg egy SGA. Talán SGA-en már volt. Nem volt. Frank Vogelen volt. Érnek ezek valami? Szerintem sokat nem érnek, szóval inkább leadom. Na nézzük meg, ezt van még itt egy Bernard King Legacy Pack. Hát, hogyha ez beadja. Valami. Na, egy Zafirt megint. De hát ezekkel sokra nem megyek. Blake Griffin alapkártya. Sokra ezekkel nem megyek. Amúgy azt néztem, igazából még jobban is járok, hogyha mondjuk bronzokat ad, vagy szilvereket, mert nagyobb az értékük, mint a Zafiroknak, vagy akár a Rubiknak. Mert ritkábbak a marketen, és hogyha valaki gyűjti a kollekciókat, akkor azoknak nagyobb, többet ér a bronz kártya, szóval lehet, hogy jobban is járok mondjuk egy bronzal, vagy egy szilverrel, mint egy zafírral, vagy egy emeráldal, vagy egy rubival. Na nézzük a következőt akkor. Kevin Garnett Spotlight Pack. Na nézzük. Ebből se lesz senki. Hát, gold kártya. Nézzük meg, mondjuk, még itt van egy ilyen standard pack. Hát eddig ez nagyon-nagyon lightos, ez eddig nagyon-nagyon-nagyon lightos. Azért ennél jobbra számítottam még ezekből a kis paklikból is. Jön egy porzó, na. Doncsicsal, Dynamic Duo-k, 94-es Doncsicsal. Nem rossz. Mondjuk neki is, Porzónak is elég jó a release-e. Szeretek vele minden évbe dobálózni. De hát ez a 85-ös Zafir nem hiszem olyan komoly lenne azért. Na nézzük ezt az Isaiah Thomas paklit. Emerald. Na, ki lesz? Sean Elliott. Hát egyelőre ez eléggé gyenge. Nézzük a következő paklit. Ezek még mind Triple Threat-ből jöttek. De gyönge. Legalább két bronz. Egy Okobo meg egy Pinson. Pinson már megvolt, őt viszont szerintem küldöm a aukciós házba. És akkor nézzük meg, szerintem most már itt elég jó pakok vannak, nézzük meg ezt a paklit. Nem tudom, hogy mi jöhet belőle. Na! Az első ametiszt. Hogy vibrál. Na, de legalább megvan az első ametiszt, így videón belül is, meg nyitásban is. Nekem eddig ez az ametiszt a legjobb nyitásom. Szóval, ha csak nem labda megint, vagy mondjuk edző, akkor jó lesz, de hát már biztos nem, mert eddig játékos nem jött, és egy játékos mindig jön. Na nézzük, ki lesz az. Busz. SG. Na, hoppá, Jordan. Az nem is olyan rossz. Na. Ennek örülök. Jön egy MG. Na, ennek örülök. Ez még amúgy lehet, hogy érhet is valamit, de mindenféleképpen én nem adok el játékos, szóval öt be fogom építeni majd. De hát mondjuk nagyon beépíteni nem, majd Triple Threat-be jó lesz vele elszórakozni mindenféleképpen. Úgyis mi nagyon szeretek Jordannel játszani. Na nézzük akkor a következő pakit. Ennek nagyon-nagyon örülök. Melyik legyen? Melyik? Nézzük meg ezt a két Frostbite paklit.
Azt hiszem ebből a Pindia AD lehet a legnagyobb. Jön egy Ruby. Méghozzá egy Jason Richardson. Na. Nagyszerű. Ővele lehet szórni a triplákat. Meg szabni is lehet vele nagyokat. Na nézzük akkor a második Frostbite paklit. Egy AD-t. Nem jön, megint csak Ruby. Gondolom ez az alap, jön egy D'Angelo Russell. Na! Dilo. Természetesen, ha már Frostbite, ő mindenféleképpen benne van ebbe a kollekcióba, gondoltam is. Mondjuk érdekes, hogy csak Ruby jött belőle. Na szóval, akkor megmarad itt az öt legnagyobb pakli itt a videó végére. Hát akkor én azt mondom, hogy nézzük meg először ezt a Deluxe League Packet. Hát ebbe semmi, valahogy ezt éreztem. Guduric. Na, amúgy Guduricnak elég jó szezonja van. Tetszett, hogy a Memphis beépítette. Nagyon, hát kívülről jó keze van, meg úgy szépen beleillik abba a Memphisbe, így európaiként amúgy. Szépen építkezik nagyon a Memphis. Na nézzük akkor ezt a véd. Amikor visszavonultatták a mezét, akkor jött egy locker code, és azzal jött ez a pakli. Megnézzük, hogy mi lehet benne. Ezekben én nem tudom, hogy mi lehet, akár, de úgy néz ki, hogy ebbe semmi. Egy aminu. Úgy néz ki, hogy ugyanúgy, mint a FIFA-ba, azért az EA nagyon, a 2K-se nagyon ad így ingyen nagy lapokat, szóval meglátjuk, hogy ebből a locker code-os paklikból mik jönnek. Na nézzük ezt a KD-s paklit. Jöhetne belőle mondjuk egy KD. Na, még egy ametiszt. Hú, nem is tudom ebbe a KD-s kollekcióba mi volt ametiszt, már kicsit elfelejtettem, mert kb. Egy hete volt. Na, meglátjuk. Nézzük. OKC. PG. SGA. Nem, Reggie Jackson. Ja, tényleg még a vége van. Amúgy nem olyan rossz kis kártya. Elmegy ebből a pakból. Így tényleg, hogy ingyen locker code-ból jött, szerintem teljesen korrekt. Jöhetett volna persze jobb is, de teljesen jó szerintem. Na, ne, egyelőre tetszik. Egyelőre nem annyira rossz ez. Tényleg így, hogy ingyen paklik. Na nézzük akkor ezt a két All-Star flashback paklit. Ebből azért jöhetnének akár nagyobb, mondjuk egy Vince Carter. Na mindegy. Egy-két ametiszt még bejön, és hát kettő mondjuk. Már annak is tudnék örülni. Semmi ebből a pakból, semmi. Egy Markif Morris, még a pisztonszos. Hát... Kár érte. Na mindegy, se baj. Ebben még akár bármi lehet. Emerald. Sajnos ebbe se lesz komolyabb játékos. Egy Dinwiddie és egy Amari Spellman. Na semmi baj. Elnyitottuk itt a dolgokat. Na azért még megnézzük a collector levelre. Jön egy Daryl Dawkins kártya, most már megvan 220 kártyám, 5 kell a 15 tokenhez, annyit még megmutatok, azt még akkor gyorsan kinyitjuk, vajon ki lehet benne? Majd átnézem, hogy akiket nyitottam, milyenek is. Szóval megmutatom nektek, hogy eddig tokenből hol járok. Ruby 3. Hát azért olyan durván sokat nem játszottam még, de
de azért már azért Rubig eljutottam. Aztán majd meglátjuk. Hétvégén lehet, hogy lesz majd egy NBA-s stream is Twitch-en, majd meglátjuk, de holnap tervezek egy ilyen csapatbemutatós squad builderes videót készíteni. Megmutatom, hogy itt nekem a játék elején milyen tímet sikerült összehoznom. Annyit még elmondok, hogy ha nem mondtam el, akkor Xbox One-on játszom. Aztán igazából nagyjából ennyi. Megnézzük, hogy ki jött, ugye. Innen jött kettő. És akkor innen jött ez a Jordan. Na mit tud ez a Jordan? Hát a triplát azt nem annyira. Nem is kell. Nem rossz védő. Igazából egy jó kis ametiszt kártya, de annál nem több. Mi jött még? Hol jöttek nagyobb kártyák? Igen, két Howardos játékos. Aztán ja igen, a két Frostbite jött még. Na mindegy, meg ugye a Reggie Jackson kártya. Na jó van. Hát igazából ennyi lett volna ez a mai kis backopening-es videó. 26-28 paklit elnyitottunk. Sajnos hát nem jött komolyabb. Például Dia nem jött, meg Pink Dia se. Opáról nem is beszélve. Két Amethyst kártya jött itt összefoglalva gyors a dolgokat. Meg két vagy három Ruby. Meg a többiek azok meg Zafir, meg Emerald, meg a rosszabbak. De hát legalább 220 kártya már összejött, az legalább gyűlik. Szóval hát tényleg ennyi lett volna a videó. Holnap is mindenféleképpen akarok egy videót csinálni. És akkor hétvégén vagy FIFA stream, vagy 2K stream. Szóval köszönöm, ha megnéztetek a videót. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Big Dave voltam. Sziasztok!